hinni lehet a statisztikáknak, akkor Magyarországon a felnőtt lakosság 70%, azaz 6 millió honfitársunk kerékpározik alkalomszerűen vagy rendszeresen. 7 millió magyar embernek van kerékpárja. Annak érdekében, hogy a kerékpározás örömteli és biztonságos legyen a felnőttek és a gyerekek számára is, néhány alapvető szabályt be kell tartani. Az egyre több kétkerekű miatt ma már külön figyelnünk kell arra is, hogy mi kerékpárosok se ütközzünk össze egymással. És mivel a statisztika szerint többen kerékpározunk Magyarországon, mint ahányan autózunk, ezért többé-kevésbé igaz, hogy aki autót vezet, az legtöbbször kerékpározik is. Ezért az autóvezetőktől, mint kerékpáros társainktól azt kérjük, hogy autóvezetés közben is legyenek tekintettel a pedálosokra, és előzéskor tartsanak kellő oldaltávolságot. Nekünk, felnőtteknek kell vigyázni a gyerekekre, és megtanítani őket a biztonságos közlekedésre. Megtanítani úgy tudunk bármit is, ha mindig jó példát mutatunk. A Fehérvár Médiacentrum most induló Kétkerék egy percben című sorozata jó példákkal, a biztonságos közlekedés segítő, figyelemfelkeltő kisfilmekkel kívánja üzenni. Kerékpároz örömmel, közlekedj biztonsággal!